Az utazásokkal kapcsolatos kötelező, illetve ajánlott védőoltásokon kívül több betegség megelőzés szolgáló védőoltást is kérhetünk az orvostól. Egy-egy külföldi nyaralás előtt nem árt az óvatosság. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban dr. Kiss Csaba Kótai házi orvos. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt. Szép jó napot kívánok. Bár a felvezetőben azért külföldi nyaralásról beszéltünk, de olyan előfordulhat, hogy belföldön is mindenképpen kell egy védőoltás, mielőtt belevágnánk magunkat a nyaralásba. Hát olyan, hogy kötelező jelleggel védőoltást felvenni itthoni, vagy akár unión belüli nyaraláshoz igazából ilyen szerencsére nincsen. Tehát ugye a legtöbb védőoltást kampányoltások keretében, tehát a szükséges védőoltásokat igazából mindenki megkapja. Úgyhogy igazából ajánlott védőoltások vannak, főleg azok számára, akik ugye többet terveznek a természetben tartózkodni. Mindenképpen ajánlott például a kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás elleni védőoltás. Ez ajánlott túrázóknak, vagy akik tényleg csak a szabadban szeretnének több időt eltölteni. Viszont azok számára, akik... Ha jól tudom, akkor önnek különösképpen érintettsége is van e témában. A Lyme-kor. Hát igen, már volt szerencsém kétszer is átesni rajta, de azt azért meg kell jegyezni, hogy ez a védőoltás ez nem véd a Lyme-kor ellen, hanem ez csak a kullancs által terjesztett vírusos agyvelő gyulladás ellen véd. Úgyhogy ettől függetlenül, hogyha valaki megkapja a megfelelő oltássorozatot, ugyanúgy fontos, hogy védekezzen a kullancs ellen, lehetőség szerint zárt ruházattal, kullancsriasztó, sprék, tapaszok, kenőcsök használatával, illetve ugye, hogy fokozottan nézzük át magunkat, egymást a túrázás, illetve a szabadban tartózkodás után, mert akár egyébként kertből, parkból is össze lehet a kullancsot szedni, és mint ahogy mondtam, a védőoltás az nem véd minden kullancs által terjesztett betegség ellen, úgyhogy a megelőzés az továbbra is nagyon fontos. Ha Európai Unión belül szeretnénk utazni, akkor gyakorlatilag ugyanazok a szabályok, mint Magyarországon? Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy igen, tehát különösebb védőoltás uniós országba történő utazás előtt nem szükséges. És akkor nézzük az EU-n kívüli földrészeket, országokat. Melyek azok a földrészek, ahol különösképpen vigyázni kell? Igen, hát ugye teljesen más a helyzet, hogyha Európán kívülre utazunk, tehát azért Afrikába, Dél-Kelet-Ázsiába, Dél-Amerikába utazva azért már sokkal többféle védőoltásra lehet szükség. Itt ugye nagyon fontos előre tájékozódni, mert azért országonként változó, hogy mik az ajánlott védőoltások, illetve hogy mik azok a gyógyszerek például, amiket el kell kezdeni korábban szedni. Megjegyezném itt például ugye a maláriának az esetét, ami ellen ugye jelenleg nincsen még hatásos védőoltás, úgyhogy ott az egyetlen védekezési lehetőség, hogyha időben elkezdjük szedni a megfelelő gyógyszereket, már azelőtt egy-két héttel, hogy elutaznánk a malária fertőzött területre, az ott tartózkodás alatt végig, és a hazautazás követően is még két hétig ajánlatos ezeket a gyógyszereket szedni. Interneten pedig lehet listát találni arról, hogy mely országba utazva, mik azok a védőoltások, amik ajánlottak, de olyan, hogy kötelező lenne védőoltást felvenni egy adott országba utazás előtt, ilyen nem létezik egyelőre. Tehát ilyen nincs, hogy mondjuk csak akkor kapok meg vízumot, hogy tudom igazolni, hogy engem beoltottak. Ilyenről nekem nincsen tudomásom. Melyik földrajzi egység, melyik földrész, tehát lehet ilyen betegség kontra földrész, tehát hogy egy bizonyos földrészen egy bizonyos betegség a jellemző? Vagy érdemes minden ellen beoltatni magunkat? Hát a minden ellen az, igen, azért az túlzás. Itt ugye attól is függ, hogy milyen évszakban megyünk, hogy ugye milyen tevékenységet fogunk végezni, mert nyilván például aki egészségügyi tevékenységet fog végezni egy adott területen, vagy mondjuk csak kirándulni megy, teljesen más védőoltásokra van szükség. Tehát ezt mindig egyénre szabottan kell megállapítani, úgyhogy azért mondom, hogy érdemes vagy interneten keresztül tájékozódni, vagy háziorvoson keresztül, vagy pedig ugye a regionális oltóközpontokban, ott
ott minden információt be lehet szerezni, illetve segítenek, ugye, hogy megkapja az illető a megfelelő oltásokat, de azt észben kell tartani, hogy ezt ne hagyjuk az utolsó pillanatra, mert ugye a védőoltásoknak kell idő, amíg ki tudják fejteni a hatásukat. Ez védőoltásonként valamelyest változik, de azért legalább 2 hét, amíg ténylegesen egy adott védőoltás ki tudja a hatását fejteni. És hogyha több védőoltásra van szükség, akkor végképp szerencsés, hogy időt hagyjunk magunknak, mert akkor nem egyszerre kell akár 3-4-5 féle védőoltást is megkapni, hanem akkor el lehet szépen osztani, és sokkal nagyobb a valószínűség, hogy a megfelelő védettség ki tud alakulni. De ezek a védőoltások szerencsére már azért sok éve használatosak, és nagyon jól kipróbáltak, nagyon biztonságosak. Én magam is például mielőtt Myanmarba a katasztrófa sújtotta területre utaztam, egyszerre 6 védőoltást kaptam meg, és nem lett semmi bajom, tőle az ég adta egy világon, úgyhogy és hál' Istennek nem is kaptam el semmiféle betegséget. Említette egyébként a maláriát, de még milyen betegségekkel lehet itt számolni, mi az, ami... Hát ugye itt az nagyban függ attól, hogy hová utazunk. Ugye az ilyen dengilásztól kezdve a chikungunya láz, mindenféle, ugye Afrikában most sajnos megint van ebola fertőzött terület, ráadásul ugye nagyvárosokban is felbukkan már a vírus, tehát nem csak ilyen elszigetelt kis falvakban, úgyhogy mindenképpen előre tájékozódni kell. A leggyakoribb egyébként azért, tehát nem akarok senkit ijeszteni az utazástól, mert ezek most így nagyon-nagyon rosszul hangzanak, de azért azzal tisztában kell lenni, hogy extrém ritka, hogy magyar túrázók valamilyen ilyen súlyos betegséget kapjanak el külföldön, vagy azzal jöjjenek haza. Úgyhogy azért megijedni nem kell, csak tájékozódjon mindenki megfelelően. Igen, de azért mégis jobb félni, mint megijedni, mert akár halálesettel is járhatnak ezek a történetek, tehát nem csak egy egyszerű hasmenésről van szó, mint amit lehet hallani, hogy valaki elmegy éppen mondjuk a Távol-Keletre, vagy éppen Egyiptomba, és mondjuk az ott lévő helyi víztől, hát nem azt mondom, hogy fertőződik meg, csak egy picikét ugye másabb az ott lévő baktérium törzs vagy flóra, mint amihez mi hozzászoktunk Magyarországon. Pontosan így van, tehát sokkal inkább ezek azok, amik ténylegesen veszélyt jelentenek, és nagyon gyakran előfordulnak, ugye ez az ilyen utazók hasmenése, ami ebből fakad, hogy nem vagyunk hozzászokva az adott vírus, baktérium flórához. Itt ugye nagyon fontos a megfelelő higiénés szabályoknak a betartása, tehát ugye egyrészt a jóval gyakoribb kézmosás, érdemes, hogy mindig legyen nálunk ilyen kézfertőtlenítő zselé, mindig csak palackos vizet igyunk, és az sem pohárból, hanem közvetlenül a flakonból, azt is lehetőség szerint mi magunk bontsuk ki, tehát úgy kérjük lezárva a palackot, mert akkor tudunk róla megbizonyosodni, hogy az tényleg nem valami fertőzött vízből származik. Ugye gyümölcsöt érdemes olyat enni, amit mi magunk meg tudunk pucolni, meg tudunk hámozni. Tehát ugye az ilyen egyszerű higiénés szabályokat betartva rengeteg problémától tudjuk magunkat megkímélni. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm a lehetőséget.